Szóval, miközben a felvételt nézi párhuzamosan, ugye vélhetően a retinán kivetített miniatűr kijelzőn, kérdezi, hogy van-e még valami, amit szeretnétek elmondani a dologgal kapcsolatban. Jó, nyilván az ügyfelünkre való tekintettel nem mondhatunk túl sok mindent. Tetszik tudni, hogy hogyan van ez. Természetesen. A lényeg az, hogy ez egy hardcase és zöld-fehér színű, és kéne nekünk. Illetve, mintha Rokko mondta volna, hogy japánul beszéltek, akik őt megszámolták. Igen, azt mondták, hogy gyáva. Egyik felvétel rajta is van, ahogy beszámol előről az úriember. Igen, most tartok ott. Jó. Azt hiszem, hogy nem véletlenül szokták mondani, hogy a kamik útjai kifürkőzhetetlenek. És éppen van egy megoldandó problémám, amiben úgy gondolom, hogy tudnátok egy picit segíteni, aminek az lenne a következménye, hogy néhány olyan dolgot sokkal szívesebben mondanék el ezzel kapcsolatban, ami viszont egy kicsit előre mozdítaná a ti csomagkeresési problémakörötöket, ugyanis van néhány emberem, aki lehet, hogy olyan dolgokba keveredtek, ami miatt a becsületüket elvesztették, és diszkréten is el lehet intézni a dolgot. Nem igazán fogadták el ezt a megközelítést. Ők úgy döntöttek, hogy már pedig a klán tagjai. De már nagyon szeretnénk őket a klánon kívül tudni. Ennyiben az értésükre tudjátok adni, hogy már nem kívánjuk őket a tagjaink között tudni, és a szavaitok hatására belátják, hogy nincs más számukra visszaút, úgy elmondanám, hogy én mit tudok erről a ládáról, mert csak hogy motiváltak legyetek, valamennyit azért tudok. De hogyha nem szeretnétek beleavatkozni a Tiger Claw belső ügyeibe, megértem, akkor viszont hát sajnos az információ az pénzbe kerül, de tudod, hogy hogy megy ez, hiszen te is ebből élsz. Persze. Hölgyem, én biztosítom, én nagyon szívesen beavatkozom bárkinek a magánügyébe. Azt rögtön gondoltam. Nevezzük emberismeretnek. Ó, köszönöm, maga annyira, hogy is mondjam, van magában valami je ne sais quoi. Megtisztel. Én azonban nem szívesen nyúlnék bele más dojásfészkekbe, tehát hiszen bár a mi kapcsolatunk nagyon jövedelmező és virágzik, ellenben nem tudom, hogy ha ennek híre szállna, hogy egy külsős üzleti partner beleavatkozik egy másik lánnak a magánügyeibe, vagy belső ügyeibe, az a város többi üzleti kapcsolatára mennyire vethet árnyékot. Az imént mondtam, ők csak gondolják, hogy a Tiger Claws tagjai, a klán már nem tekint rájuk így. Másrészt meg tudod, hogy hogy állok ezekhez a dolgokhoz. Az ostobák azok elhullanak. Ők nem élik túl a város törvényeit. Csak az erős marad életbe. Nekem lenne egy offos kérdésem. Mennyire ismerem a Tiger Claw-nak a jel rendszerét, szimbólum rendszerét, stb. Tehát kicsit olyan jakuzás, hogy tele vannak tetoválva? Nem, ők inkább arra mennek rá, hogy olyan kibernetikákat épjenek magukba, ami a sebességüket növeli, meg az ügyességüket. Vannak ilyen kibernetikák? Igen, vannak. Csak nem alapszintű. Nem alapszintű, igen. Ugye az ő hát annyiba hasonlítanak a jakuzára, hogy a legalacsonyabb szinten lévő
Yakuzákra jellemzően nagyon hivalkodóan viselkednek, nagyon látványosan vannak jelen a városban, hogy na most akkor mindenki elnyugszik, mert most mi itt vagyunk. A fő ismeret, hogy ők elképesztően összenemillő, nagyon színes holmik összekombinálása a ruházatba, illetve kifejezetten nagy kedvüket lelik abba, hogy közelharcot provokálnak, és a ügyességet, meg a gyorságokat növelő kivertikákkal megfelelően minél előbb ledarálni az ellenfelet. Egyébként így körülbelül ennyi. Nincsen mandat tetoválás, mondani a... Szuper. Hát van-e saját speciális tetoválások, ami tulajdonképpen egy smart csatlakozó, de azt ugye csak ők viselik, az ilyen elég egyedi, de a klasszikus Yakuza tetoválások azok nem annyira jellemzőek rájuk, már csak azért sem, mert ugye inkább a színes ruházat, meg a minél extrémebb, minél hivalkodóbb látványkibernetikák, divatkibernetikák azok, amiket szeretnek magukba önteni. Jó, szuper. Meg is van az ötletem. Esetleg a tisztelendő asszony hajlandó lenne írásban vagy hivatalos dokumentumban kifejteni az elbocsátásukat ezeknek a személyeknek? Ja, hogy ha oda megyünk, akkor a kétségük se merüljön fel abban, hogy ön küldött minket. Nem a szart keveritek. Értem, mit szeretnétek. Hát mifelénk ugye az adott szó, a becsület az mindenek felett álló. Ugye ők ezt sajnos többszörösen megszegték. Elég egyértelműen közölve lett velük, hogy tulajdonképpen kilóg a lóláb most már. Hát ez jó hír és meg rossz hír is. Ők már erre fel vannak készítve. Egyelőre nem publikus okokból, most arra nem tudunk energiát fordítani, hogy jövedük foglalkozzunk, más prioritások is vannak. Nyilván nem várjátok, akkor előbb-utóbb megoldja a klán. Persze. Tehát nélkületek is sikerül. Ez inkább csak olyan, hogy ha van pénzetek, az információt vegyétek meg, ha nincs, akkor pedig egy kis mellékessel ki tudjátok váltani. Rendben. A utolsó kérdésem lenne pusztán, hogy amennyiben nem áll módunkban elfogadni a felkérést, az esetben mennyi kutyába kerülne az információnak az átadása? Való tekinten nem kérnék sokat, 500 ér már átadom. Rendben van. Nekem nincsen több kérdésem. Magát a választ én szívesebben megadnám pár perccel később, szöveges üzenetbe egyetlen szóval, hogy igen vagy nem. Azt el tudok dolgozni. Neked van bármi kérdésed? Nincsen. Rendben. Ez esetben köszönöm szépen az idejét, és remélem, hogy a jó szerencse továbbra is önnel fog tartani, és még nagyon-nagyon sok-sok évig özvegy és nem néhai nevet fogunk hallani erről. Köszönöm, akkor szerencsés üzletet kívánok. Köszönöm, és így megyek is. Igen. Először én megyek ki, hogy... Persze. Egyébként, hogy ha neki is vannak ilyen testőrei, amik ilyen nagy debellák, akkor szerintem ő is neki is fel van készül az ajtaja arra, hogy itt sok 14-es fizikumú úriember mászkál. Attól függetlenül lehet... De magasságban nem biztos. A menőség kedvéért indokolatlanul lehajolni, hogy ja, látványosan menjek ki. Egyébként annak erről, hogy japánok ugye a kibertikáknak, meg a testszobrászatnak köszönhetően a magasság terén sem maradnak el a
az átlag észak-amerikaitól, sőt, némelyik esetben még meg is haladják, hogyha éppen olyan típusú harcosra van szükség. Erről eszembe jutott egy South Park rész. Nekem is. Nekem is. Jó, hát kimegyünk. Na, végre, mi volt? Szerintem szálljunk be a kocsiba, aztán Dunáig. Hans, hogy bírja azt az egy vodkát? Nagyon jól. Hans igazából... Ja, jó! Az egyben dolog, amit le tudsz olvasni az arcáról, az, hogy ő nagyon szívesen innen ilyen iszonyatosan finom vodkát, de ő neki nincs rá pénzre, te meg ha nem hívod meg, de nem fog ezen... Én mondom, hogy egyre meghívtam. Hát azt mondom, hogy egyre meghívtad. Nagyon-nagyon jól esett neki. Jó. Ja, akkor menjünk. Beszállok a kocsiba. Hátulra. Van valamilyen aprócska kis ablak, vagy ilyesmi, amit le tudok húzni a igen, üléstérésre. Az egyik, tehát az utastér, meg a sofőr oldali rész között a választófalon, így oldalra, mint egy ilyen shoji ajtó, így el lehet húzni egy ilyen kis kukucskád. Az is páncélom az egyébként. Nagyszerű. Betolod így az arcokat, és ők itt elíti az egészet. Ja, motort elindítjuk, és a légkondi megy. Jó. Ja, még mindig nagyon meleg van. Na hát én felvázolom nektek is a szituációt, hogy ez van. Én amondó vagyok, hogy kérdezzük meg a főnököt, hogy belefér-e 500 kutya az üzletbe, vagy már előre kifizetett mindent és nem akar többet fizetni. Ez a feladat nem tűnik nehéz. Mi megoldani, mi meg tud tartani 500 kutya extra? Most itt a közeljövőre nézve nem tűnik valóban nehéznek, a távoljövőre nézve azonban csúnya következményei lehetnek. Miért csak beszélünk fel? Nekem jó következményeim lesznek, hogyha felrakok egy videótól Tiger Claws-okat csépez. Ha elfogadjuk, nekem az a tervem, amúgy, hogy nyilván rituálisan megszabadítjuk őket a banda jelüktől, meg hát én azért így grátisba szívesen visszaszolgáltatnám azokat a kíberveleket, amiket a mama felajánlott nekik. Ezeknek emberétnek kell egész túlél? Hát vagy jó, csak kell megoldani? Ha meghal, meghal, de szerintem sokkal átélhetőbb a veszteség, ha él az ember, aki átéri a veszteséget. Jó. Akkor először próbálj meg őket meggyőz kibernetika labor kivenni kibernetika. Nem kell hozzá labor. Meggyőzni? Minek őket meggyőzni? Fáj-fáj! Fáj-fáj egy dolog, de kivenni kibernetika szakértővel kibernetika nem sérül. Előveszek egy ilyen izé, van benne kis fűrész, meg... És ezt a kukucsukon próbálod átfosszírozni? Ja, így, látjátok! Oké, de ha mi próbál ők életben tart és nem szeretne nagy veszélyforrás jövőre tekintet, akkor kéne megpróbál diplomatikus, lehető legjobb megoldás nekik is. Emenni szakember kivesz pippák pár óra. Annyira cuki. Nem. De? Én nem tudti láttatok-e, de én beszélni meg banditákkal nem éri meg probléma. Én megoldani minden szavak. Ahhoz képest, hogy... Természetesen így van. Ugyan. Mindent megoldasz szavakban. Viszont itt a szavak kevesek lesznek, és még a te tökéletes előadókészségeddel sem biztos, hogy sikerül majd meggyőzni őket, hogy mondjanak fel. Csak a megfelelő kiállás. Mohasan nem múlik. Megfelelő kiállás. Csak a kiállás, jó szavak, és ők tudják, mi dolog. Volt már dolgod orosz fixerrel? Gondolom, igen. Yep. Na, da. Valószínűleg tudod, hogy milyen az, amikor egy repomen a munkát végezik. Megrepotatom a nyakamat. Izgalmas. De na, még kell próbálni egyszerűbb mód. Oké. Okay. Csak egy próbá. Négy mondát. Ők mondani nyet, mi menni oda venni el kiberőr. Rendben, csak előtte kisminkellek, hogy jól mutassa el a kamerában. Mi ha az arcom felé nyúlsz, akkor megpróbálok ráharapni a kezedre. Nem én, házat utasítom, hogy sminkeljen. Mert hogyha ház megindul felé, akkor csak így ránézek csúnyán. Nem indul el felé, Hans. Nem rég fizettél neki egy vodkát. Hans nem motivált abba, hogy közeledjen feléd.
küldesz egy üzenetet Lurchnek, hogy akkor kell-e az 500 plusz, vagy megoldjuk máshogy. Küldök egy üzenetet a Lurchnek. Küldök egy SMS-t akkor a főnöknek, hogy bonyodalom akadt, kéne 500 EB a információért, hogy tovább tudjuk keresni a csomagot. Szerintem... Kérdés érkezik, milyen bonyodalom kerül 500 EB-be? A Tiger Claws. Én kinézem belőle, hogy visszakérdez, hogy hát a mucikám, nem nézted meg az anyagot, amit küldtem? A mucikám. Nem, mert a Tiger Claws nem kamerázhatta. Igen. Az oké, de azt tudja, hogy elvitték, és hogy menjünk hozzájuk. Annyi válasz érkezik, hogy diszkrécióról volt szó. Diszkréció, de attól még ők tudják, hol a csomag, cseszd meg! Jó, rendben. Amúgy az 500 EB kifizetése az diszkrét. A másik megoldás nem. Uh-huh. Igen, egyébként ezt is hozzáteszem, hogy ez a diszkrét megoldás. Igen, itt inkább ugye a... az egyik legnépesebb, ugye a szerencsejátékot, meg a prostitúciót nagyjából felügyelő, és ebből fakadóan elég gazdag bűnbandával mennyire akarja a cég dolgait összemosni. Most már nem a megnyitva a laptopon, és rálátok, úgyhogy most így takarom. Jó, most semmi fontos nincs megnyitva. Jó, én azt mondanám, hogy ez döntsön a... Döntsön a meggyőzés. Dobj egy szíves egy meggyőzés próbát, -2-vel. Ebben a hírnevünk nem segíthet be, ugye? Nem, mert kapcsolatban nem felelkezett. Plusz... hol az 17. Jó. Nézzük. Az egy rossz. Nem, az egyébként egészen jó. Neki is 17, akkor az nincs meg. Ki jön, akkor tesz lakat? Most már nem. Ja, de azt meg előtte kell. Az Isten itt! Hú, ez így nem tetszik. Hát elfogadja? Nem? Mi a válasza? Az a válasz, hogy túl nagy a kockázat, hogy feltűnést keltetek, oldjátok meg radar szint alatt. Ez a válasz? Jó, akkor megyünk ázsiaiakat csépelni. Menjünk Tiger Woods Clan tagokból Tiger Woods Clan tagokat csinálni. Tiger Claws. Exesítünk! Én ezzel lezártam a beszélgetést, nem ad pénzt a Daddy, akkor nem ad pénzt a Daddy. Én engem nem érdekel, legalább lesz jó anyagom, tehát most... Hans, izzítsd a kocsit! Jó, akkor üzenek Vekakónak, hogy igen. Kérem a koordinátákat. Jó, megkapjátok. Nincs nagyon messze, 3 lakótömnyi távolságra van. Ez nincs 300 méter. Ez nem azt jelenti, hogy nem mehettek kocsival. Az mindig jó, ha a kocsi a közelben van, de kb. 300 méter. Amit még kérdezek, tehát igen, koordináta, hány fő, jellemző, mire számítsunk? Oké. Okay. Mondja, hogy 4. Uh-huh. Egy opium barlangba mentek. Annyit mond, hogy a klán legagresszívabb verő emberei voltak. Most, hogy számítok harcra, most itt eszembe, hogy tegnap, amikor én elhajtottam a tőrömet a kocsinak a kerekét kidurrantani, azt a kört azt én nem szedtem össze. Ezt leradírozom. Egy radírt szeretnék kérni. Mert még fel van írva a karlatállapotban. Mondjuk egy olyan szituációban azt nem is gondolnám, hogy épségben, normális állapotban túléli azt a tőr, de nem baj, eladíroztam. Tulajdonképpen elég hiteles, hogy a karakter lemondott arról a tőről, aminek után egy 180 km-re a szágoldó autó kerekei közé hajtottak. Igen. Dinamo, a karmait fel tudják vágni a bőrt, ugye? Kipróbáljuk? Amúgy mindjárt kipróbálhat. Jó. Kipattintom az éppen... Mit tudom, nyár van, akkor ilyen kis napernyők vannak a környéken festve. Tényleg. Én szerintem most rózsaszín vagyok. Ja, én nekem a hajam rózsaszín. Én nekem a hajamat...
összejön, és legyen banán minta. Jó, oké. Okay. Nekem egy olyan hajom van, hogy itt oldalt nincsen semmi, hanem csak itt van, és ilyen hátra simuló nagyjából válik. És ilyen rózsaszín, és néha egy-egy ilyen, ezért ilyen kék csík így végigmegy egy-egy tincsen. Nekem akkor sárga és világos kék ilyen hátrafésült muha, tehát hogy nem ez a felálló, nem ez. Meg te lehetsz most ázsiai a bőröttől. Hát ahhoz, hogy ázsiai legyek, ahhoz nem csak a bőrömet kéne megjelent, tehát ott pont, hogy nem a bőrszín az, aminél... De is lehetsz ázsiai bőrszínű. Igen. Monokróm barátom. De nem, az nekem extrémitás kell. Igen. De nem, itt a probléma nem azzal van, mert nem a bőrszín az, ami ott eltérő, és a arcváltoztatót meg nem vettem fel. Akkor csak főnök asszony azt próbálja mondani, hogy nem rendelkezik ázsiai, konkrétan japán kulturális sajátosságokkal, sem kinézetben, sem mentalitásban. Jól mondom, főnök? Igen, sem nyelvészeti szempontból. Jukant. Sem viselkedő. Értem, Hans. Tudok fordítani dinamóról angolra. De néha nehéz. Mert német vagy! Ami nem egy rossz dolog. Hansnak ezután fizetek egy sziátert is. Hans kapott finom vodka. Hans most élvezi élet. Életében egyszer. Mielőtted jár. Igen, köszönöm. Ha már itt tartunk, tudsz egy kicsit többet fizetni 10 ebénél többet naponta? Épp munkát keresek. Mi a baj, Hans? Körülbelül 5 másodperce munkanélküli lettem. Figyelj, Hans, alapvetően én dolgoz egyedül, tud vinni saját cucc, de ha ez küldetés túlél és megkap money, 11 ebét tudok fizetni naponta. Felviszem 12-re. 20. Rendben, ha már ennyire akarsz enni, hát jól van. Amúgy vakakofiói nagyjából olyan 50-60 ebét szoktak keresni egy éjszaka. Scotty? Ne szopass el, vagy ezekkel herére? Ha egy szabatás szóba került 60 ebér. Egyébként amikor Dinamo ráborított a 20-ra, akkor azért így a lehet, nem túl figyel felkezdett, az így leöklözök a... Megdupláztam a fizetését ennek a kis hálátlan genyónak, holott én jól bánok vele, tehát ezért semmi más nem kell csinálni, csak sminkelni, hozni a cuccomat. Meg azt sem mondom, hogy harcoljon ki, ezért. Hát azért az ő dolga a lángszórónak. Hát én hozza a lángszórót, de csak hozza a lángszórót, nem használja a lángszórót. De német amúgy tudná használni a lángszórót. Hát én szeretném használni a lángszórót. Mi hát nem kapott rá utasítás? Na, szóval tartottunk, hogy Hans elgondolkozott azon, hogy lehet, hogy inkább szopik, mint szopik. Van az a pénz. Meg szóba került az is, hogy a lángszorot nem sokára már parancs nélkül is szívesen fogja használni. Ilyen melegbe. Még a ruszki szívét is felolvasztja vele. El vagyunk, amúgy közben szerintem megyünk. Persze, majd oda is értetek már. Már mondom, csak 300 méter autóval vagytok. Szerintem most Hans maradjon a lángszoróval itt, és hogyha baj van, akkor hívjuk. Hallott, Hans? Igen, hallom. Pihenj egy kicsit, megérdemled. Amúgy is nagyon fura az égőtiumnak a szaga, amúgy, hogyha egy egész ház gyullad fel tőle. Fusson motor, hogy mi jönni lehet, kell menni gyors, szóval maradhat légkodni. Ezt értetted? Igen. Jó neked. Én nem érteni te probléma. Csak nem értem, mit mondasz. Mert lenni nem túl kreatív te. Hogy csak kell gondolkodni kreatív, és érteni fogod szavak mögött lényeg mondat. Várjál, erre dobok egy kult.
Mit szeretnél egész pontosan? Az, hogy ne menjek oda felpofozni. Hideg vér, az inkább akarat erő, nem? Ja igen, most már itt van akarat. És koncentrálsz az akarat erőben, van. Mhm. Uh-huh. Mennyi az összesen? 7 plusz 4, az eddig 11, plusz 7, 18. Akkor uralkodni tudsz magadon. 18-szal. Te így látod, hogy... DHT szeretnéd nagyon szívesen tanít néged orosz. Cicukám, fogjad befele, induljál kifele, jól van? Én elvetem magam és kiszállok a kocsiból. Oké, időközben annyi történik, hogy Hans elővesz a zsebéből egy ilyen kis adatchip tartót, kipattintja, és egyet így betesz az autórádióba, és arra mentek be, hogy a háttérből Militech által fizetett military trash punk zene szól. Nem, az industriál. Jogos. Sérts meg. Ez a belépő zenétek az Opium barlangba. Akkor én szeretnék menjünk ugye be, és a zenére így kihúzni a karot, és lassítva mozogni. Én megszokom, te visszalégy szíves még a kartot. Nem veszem fel, mert meg vagyok sértődve rá, ezért bassza meg magát, nem kerül be az új vidébe. De egész nem tudom, hogyha egy stop motion grenade lenne valakinél. Jó. Hát bemegyünk. Jó. Szerintem. Nem nagyon lopózunk, vagy ilyesmi. Nem. Emlékeztek arra a régi Bruce Willis film, Menni mindenki lassítva, aszteroid pusztítás? Nem nézek klasszikusat. Te nem tudni milyen jó. Én tudni milyen jó. Pedig ez a kultúra is emlék meg se semmisült a nagy összeomlásba, úgyhogy ezt még meg is lehet nézni. A Die Hard még megvan. Az még megvan. Hála az égnek. Jó. Az egyetlen igazi karácsonyi film ebből. Igen. Jó. Kaptunk leírást. Igen, hát konkrétan négy fénykép a négy néhai Tiger Claw tagról, akik a színeikben még azok, meg viselkedésükben is azok. Azokat nekünk is elküldted, és akkor ott az agentünkön is tudtok őket az út közben meg itt analizálni. Megsúgva, még mi megyünk, még szétfeljünk, és egyesével keressünk meg egy-egyet, én vállalok kettőt, vagy együtt keressük meg őket, és akkor lehet, hogy az egyik elfut, mire megtaláljuk. Menjünk, keresünk egyesével. Mármint külön-külön. Ja. Jó. Oké. Okay. Bevállalod? Én bevállalom. Oksa. Megfizetitek a temetésemet. Megkönnyítjük a mesélőnek a mesélést, hogy szétválunk is három különböző részünk a mesélni. Yeah. Jó. Amikor beléptek ugye az Opium barlang annak erre, hogy ti tudjátok, hogy milyen funkcióval bír. Nagy ritkán előfordul, hogy különböző okokból előbukkannak random rendőrségi egységek, ezért hivatalosan ez egy étterem a felső szintje. Nem egy óriási nagy helyiséget kell elképzelni, összesen 10 asztal fél el lenne, meg annyira nem exkluzív, inkább csak ez a gicsesen ázsiai. A lehető leggicsesebben ázsiai, amit el tudtok képzelni, és még annál egy picit gicsesebb. Ez az amerikai klub áll kinek utánozni? Igen, Japánban, a japán városban. Igen, mert hogy ez japán város. És koreai írás jelekkel. Hogy ikonikusan. Igazából ennél rasszistebb dolgot nem csinálhat egy kaukázus. És az egésznek a fénypontja, hogy az ilyen típusú éttermekhez illően van egy fogadóbizottság. Természetesen ez úgy néz ki, hogy amúgy nem lenne, mert hogy ez csak egy étterem, de mivel valójában Opium barlang, azért van fogadóbizottság, hogy aki tudja, hogy mit kell mondani, azt a megfelelő asztalhoz irányítja, ugye alulra. Tudom, hogy mit kell mondani? Tudod, hogy mit kell mondani. És én tudom, mit kell mondani? Igen. Honnan tudnád? Ő tudja. Ő úgymond a helyi. Én vagyok a helyi. De nem sokára megtudod, mert ugye te is ott vagy. Jó, hát egyszerre megyünk be. Én azt hittem, hogy a kocsiban a felkészülésnél ezeket az infokat így átadja. Igen. Az a szó, hogy úgy ennék már végre egy finom ramen, de kivételesen friss garnélából.
Lehet, ezt megosztom veletek, de elmondom, hogy szerintem együtt is bemehetünk. Eddig, hogyha majd lent szétoszol. Jó. Jó, én ezért elkezdek kamerázni a szememmel. Hirtelen azt hittem, hogy azt mondod, hogy én most akkor elkezdek félni. Én egyébként átgondolva dolog, lehet jobb, mi együtt három megy, elkap egyesével levadász, meggyőz, és akkor tudni végigkövet, hol vannak. Oké. Okay. Meg kell mind a kettőnek felel. Könnyebben elkap, könnyebben meggyőz egyesével ők. Jó, legyen együtt, mert... Te le fog, én őt, ő meggyőz. Belemegy. Oké. Okay. Okay. Ne én fogjam le? Én mondani, te le fog, én őt. Ja, jó, oké. Okay. Okay. Egyébként meg én ért harcművészet, én tudni jól lefog. Uh-huh. Technikából, nem erő. Én csak megölelem. Igen. Csak ellátod a sebeit. Jó, hát túlél. Te hatékonyabban lősz, ha ellátod a sebeit. De nincs neki semmi, mert még csak elkezdtem. Amikor a fixer egészségügyből támad. Igen. Megtámadom. Oké, okay, közelharc? Nem. Ez a segély. Jó. Akkor go in. Ezt egyébként adom, úgyhogy ezt remélem, hogy még valahogy ki előszakolsz egy egészségügyből támadást szeretni. Vágyom rá! Megfojtod a vízzel. Na, a fogadó bizottságotok, ugye elég ilyen kultúrrasszista a hely, de hát ugye sok pénzt ott, úgyhogy megtűrik. A fogadó bizottságotok egy sem az évszaknak, sem a környezetnek, sem az alkalomnak nem megfelelő kimonót viselő, ilyen vattahajú, ráncos, teljesen egyértelműen európai öregasszony. Fogatlan legalább? Nem fogatlan, de egy kicsit megsárgultak már a fogai. Szörnyen van kisminkelve, egy kicsit a gésás vonalra hajaz csak a fehér rész nélkül, de az összes többi része a sminknek az megvan. Hát így elétek totyog a kis fa szandál papucsba, amit a képek alapján szerinte egy igazi ázsiai nőnek hordania kell. Nem mozog benne annyira ügyetlenül, de látszik, hogy a csoszogása az nem egészen azért van, mert egyébként így kell menni, mert amúgy így kéne menni, hanem inkább azért, hogy ne essen hasra. Szeretnék dobni kult, hogy ne kapjak szívrohamot a sminkje látján, és ne uszítsam rá Hanst, hogy mi kovertatjuk. Engedélyezem, de ha nem sikerül, akkor te gyakorlatilag akkor fixen emberséget vesztesz a látványtól. Mi? Mert ha ilyen hatása van rád a smink látványa, az ezzel jel. Nem úgy, hanem, hogy... 15-ös a célszám. Hogy idegesít-e annyira. Értem. Ez neked egy mentális trauma. Én dobtam magamnak egy koncentrációt, hogy ne lépjek oda hozzá, és mondjam azt, hogy mi kérni friss garnéla ramen. Koncentrációt. Én beszélek. Igen. Csak 15-ös célszám. 10. Ó, hát ez röhög be. 19, jó, szerintem megvan. Gond nélkül. Megérszettem a kockádat, látod? Nem akarta, hogy emberséget veszik. Igen. Jó, én japánul elmondom a jelszót. Azt, hogyha nagyon furcsán néz, akkor... Nem néz furcsán, érti. Jó. Akkor... Ez meglepő. Az lenne vicces, hanem érteni. Ám nem, mert ez egy kínai étteremnek van átszázva, szóval... De nem is azt mondom, hogy ráadásul a nőci az ugye kaukázusi, tehát... Igen. Ez lenne vicces, hogyha nem érteni. Jó. Elmondod a ramenes kódot, és akkor viccent, és akkor ad egy mágnes kártyát, és akkor mondja, hogy négyes asztal. Jó, hát lemegyünk. Jó. És elmondom nektek, hogy akkor... Én mindent veszek, tehát hogy a nőnek a csúnya sminkjét is, tehát arra... Már most forgatod a fejedben, hogy fogod ezt megvágni egy izét egy How to do make-up videónak. Igen, pontosan. Videó elemző. Oda lenn füstös félhomály fogad titeket, különböző színű LED fénycsövek. Uh-huh.
világítják meg ezt a nehezen átlátható sűrű füstöt. Az ópiumbarlangokra jellemzően itt is a szert a hagyományos módon juttatják be a legtöbb vendég. Ilyen pipaszerű kis készségekből dohányként szívják el, és hát a szándékosan nem annyira működnek az elszívó berendezések, bár mint minden épületben ebből is gyárilag ott van, csak egyszerűen ki vannak kapcsolva a legtöbb. Az egy-kettő, ami működik, az meg annyira gyengén, hogy nincs esélye a füsttel felvenni a harcot. Ezért pár méter a tiszta látótávolság, néhány méter után pedig drasztikusan csökken. Direkt a LED fények is olyan fényelőre vannak csökkentve, hogy a diszkrét opium kápulat élmény azért meglegyen. Egy minimális személyzet van, ők alapvetően arra figyelnek, hogy amíg tiszta tudatú vendégek, mielőtt elkezdenék a kis bódulatokat, megkapják azt a minőségű opiumot, amire őnekik van pénzük, illetőleg a vendégek egy része a virtuális valósággal kombinálja az élvezeteket, akkor az ő igényeikre figyelnek oda. Két ember összesen, mert ahogy jártok így a füstben, nem láttok kettőnél többet, aki betudható személyzetnek. Az alsó helyiség az egyébként elég hatalmas, tehát az alapvetően a pince helyiségeket, meg a környező, a karbantartást szolgáló plusz helyiségeket is igénybe vették, úgy alakították át a helyet. Szóval egy paradox módon lehet mondani, hogy az épület ez belülről nagyobb, mint kívülről. És ugye ez a füstös hatás is megzavarja az embernek a térérzékelését, gyakorlatilag lehetetlen befogni pontosan mekkora a hely. Annyi fény van, hogy akármilyen magas vagy széles az ember, mivel ugye nem erre szolgáló részek is kilettek építve, különböző csövek, fémgerendák, betongerendák, vagy akár a világítást szolgáló berendezések lógnak be a plafonról, folyosóról, de pont annyi fény van, hogy ezeket igazából el lehet kerülni. Tehát nem az, hogy fontosan beütitek a homlokotokat, váltokat, elakadtok valami, vagy a felszerelésetek akad el valamibe. Mondom, 2-3 méteres sugarú körön belül mindent teljesen jól láttok. És egy labirintusszerű valamit kell elképzelni, mert egy központi nagy, hát nagy, pont akkora, mint az étterem. Azt ugye nem látjátok be, de körbe tudjátok járni, ott nincsenek, és akkor mondom, hogy egy labirintus, minden irányban vannak ilyen valószínűleg zsákutcák, de egy-kettő az valószínűleg ilyen körkörösen körbevezet. Itt, ahogy mászkálunk és keresgélünk, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ne legyen elfelejtve. Nekem van egy olyan kiberverem, hogy szonár per radar 50 méterre. Úgyhogy igazából egy a feltérképezésnél a falak azok számomra nem akadályok, mert tudom bőn, hogy hol vannak emberek. Ha esetleg titkos ajtó mögött titkos szóval vannak bebújva, akkor így azon is tudunk. Úgyhogy ez csak egy ilyen... Én oda is csúgom neked, hogy hány ajtó van és hány szoba, amit nem látunk be. Nem. Négy. És akkor kettő foglalt. Kettőben vannak. Annyira tiszta képzőn nem ad, hogy nem tudod, hogy melyik. Nem tudom, hogy ki, de ez úgy pekhed is van, mert mind a kettőben négyen vannak. Négy szobat nem lát. Ebből kettőben vannak négyen. Jó, hát... Kivel kezdjük? Kezdjük a kalandozói balkész szabály. Az én szerintem értem. Ti nem néztetek, nem játszottatok annó ilyen szerepjáték? Nem. Minek? Pedig volt jó, volt valami stalker, azt hiszem volt múzeumban láttam Moszkvában. Ha jól tudom, az ukrán, nem? Szóval... Balra. Én rábötnék a hozzám legbalrább eső szobában. Nem tudom, hogy helyezkednek el, de ha így gyakorlatilag így... Mm-hmm.
Egyen kicsit kigyózni kell egy folyosón, de mivel egy 50 méterig ellátsz a falakon keresztül is, ezért ezért láttad, látom, de nem kell 50 métert menni, körülbelül 20-at. Ha be van kapcsolva neki, és átlát a falakon, akkor lehet, hogy neki megy a falnak, mert hogy ő nem. Nem látok át a falakon, hanem így... Nem az, hogy nem látja a falat, hanem hogy ilyen... Ugyanazt látom, mint ti, csak közben... Sziluetteket lát a falon túl, meg magát a falat is. Igen. És minél több rétegen kell átnézni, annál kevésbé finomak a részletek. Igen. Azt nem tudod esetleg, hogy melyiknél van fegyver? Ennyire nem látok át. Ezzel kapcsolatban azért azt mondanám, hogy egy érzékelés próbával lesz. Nézzük meg, hogy mennyire látsz át. Ugye azt mondtam, hogy a veszélyérzékemben van a szerepképesség. Ez most hozzáadódik ehhez az észlelés? Észlelés próba. És ez veszély, mert hát fegyver. Jó. Igen, hozzáadódik. Akkor ez 17-es célszám, mert ugye a szigvatteket 17-től indulok. Így, ez meg 19 lett. Tehát, ha nem egyes dobtál, és nem egyes dobtál, hanem kettest. Igen. És ez azért is jó, mert nem csak, hogy kettővel túl dobtál a célszámot, hanem hogy ez arra is jó, hogy a részletekből annyit kiszűrsz, hogy mind a négynél van fegyver. Tehát nem csak azt látod, hogy egyiknél, mintha látnék fegyvert, vagy valamilyen nehezen befogható dolog, hanem egyértelműen látod, hogy mind a négynél van fegyver. Jó, ülőfegyver vagy közel? Ülőfegyver is, meg látsz az asztalok mellé támasztva négy katonát. Jó. Nem meglepő módon. A másik négyes paknál látok fegyvert? Mert ha csak az egyik paknál van egyértelműen mindenki a fegyver, akkor ők azok. Na, ez meg 24. Ott meg egyértelműen látod, hogy nincs fegyver. Aha, oké. Okay. Jó. Azon négy embernél nincs fegyver, ezen négy embernél mindegyiknél van lőfegyver, és van náluk négy kard. Na, hát akkor szerintem egyértelmű. Kopog, vagy csak bémegy? Ott hivatalosan ugye nincs ajtó. Megöttem az ajtót. Ugye ott hivatalosan nincs ajtó, mindenki más csak egy falat lát. Ja, hogy ez így rejtek kézébe. Aha, jó. Azt esetleg így láthatom, érezhetem, hogy merre felé kéne keresni a... Hogyha látátsz a falakon, ezért láthatod, hogy hol van a kapcsoló. Ja, oké. Okay. Jó, ez jó. Oké, okay, akkor én oda megyek és nem tudom, megnyomom, kihúzom, átlibbentem valami. Igen, megnyomod. Én betoppanok akkor az izébe. Jó napot, uraim! Hallottak-e már az NFT-kről? Én majd becsukom mögöttem az ajtót. Jó, én napszemüvegben, és de napszemüvegben szépen csak így csetben be slitszonok mögötte beoldalok. Jó, kinyílik az ajtó. Dinamo természetesen megkérdezheti, hogy hallottak-e urunkról és megváltunkról NFT-ről. De minek után egyértelműnek tűnik, hogy nem vártak vendéget, és azért tűnik egyértelműnek, mert a négyből egy az már talpon van, és a kezébe is van a kardja, de még nem húzta ki a hüvelyéből. Ez a nagyon ipari, nagyon szögletes, de azért tudod, hogy beretva éles technokatana. Semmivel se jobb, mint a tied, csak nagyon designer, nagyon menő. És természetesen a gyenge fény ellenére is látszik, hogy a penge nem, de körülötte a fém meg a markolat, egy jó része az türkiszkékre van festve. Én úgy gondolom, hogy egy épületben vagyunk, egy szobában sokan, úgyhogy itt sokkal kényelmesebben lehet fegyver nélkül mozogni. Igen. Én nem is tudok a katonához. A kettő az csak így van így a fotelből, és ilyen tök jó. Tök jó az élet, tök jó a világ. A kezükben ott van az ópium pipa, ők ilyen... Föl lehet ébreszteni, ha föl akarjátok, ha nem, akkor... Őket el tudjuk vinni, kivel kioperált adni a kibervereket. Vannak olyan hatások, amitől fölébrednek, de... Ha elég finoman bántok velük, akkor ők ezzel elvannak. A másik, amelyik még csak ül, a kezében ott van az opium pipa, de valójában nem pattan föl, de tudatában van annak, hogy mi történik a világban, még nem árad szét a szervezetébe annyira, hogy teljesen bekábuljon. Ő annyit csinál, hogy így a combján támasztja a közepesen nehéz géppisztolyát, így nagyjából dinamó fele, de úgy imbolyog a fegyvercsöve, hogy igazából mindenkit céloz egyszerre, és senkit. Uh-huh. Csodás. Jó, én szeretném most a szerepképességemet átcsoportosítani. Jó. Mert itt arra számolok, hogy itt most hirtelen kis helyen sokan vagyunk, úgyhogy most mind a négy pontomat a kezdeményezésre fogom átpakolni. Rendben, megtörtént.
Én becsukom magam mögött az ajtót, és jó. Mondom a... Nagyon zsúfoltam vagytok most már. Japánul szólok a srácokhoz, hogy nyugi, nyugi, nem akarunk problémát, csak lejárt a VIP kártyátok, szóval sajátos módon vissza kell szolgáltatni a VIP kártyához tartozó különféle licenszeket és permissionöket. Nem, semmi probléma nincsen, gyorsan túl vagyunk rajta, folytathatjátok utána nyugodtan a kis munkátokat. Japán filmeket, aki látott, az pontosan tudja, hogy nagyjából hogy kell kezelni a mozdulatot. Fogja a hüvet, így dühösen így levágja a földre, és akkor a japán, az indulatosan mondja, hogy megmondtuk Vakakónak is, hogy mi Tiger Croc voltunk, vagyunk és leszünk, úgyhogy takarodjatok a k*** anyátokba!